Sácsú Mihály úgy bizonydál. Jó estét kívánkozom. Nagyban kávéfőző felül Nagy Bartos újra cselekedek ugye. Nagy Bart, csütbözletelet küldöm, teszis üdvözletem Hóka Jánosnak. Köszönöm tisztelt János, Jancsikám úgy bizonydálom a 2000 forintot Nagyba. És pláne megtisztelő voltad, Nagyba, hogy azt írtad, hogy barátomnak és mősteremnek. Nagyba találkoztunk már személyesen, és remélhetőleg, hogy még találkozni is fogunk. Nagyba, még egyszer köszönöm, lekötelezté, hogy küldti Nagyba Pist. Ő pláne nagyon jó esett az, hogy barátodnak tekintesz. Nagyba, még üdvözletemet küldöm Hosszú Dánielnek, de? És Víg Győzőnek, Nagyba. Bartos is zsíros kenyér? Mit a Traxler karcsi kukázott kenyeret nekem, de... Jó hatalma. Nagyon gyors bejelentkezés. Neked egy borsodi bibaj? Na jövő. Nagy baú. Privát. Privátba. Nagyon sokan kérdeztétek, ilyen már legalább 5-6-an, hogy Bartók, miért szűnt meg a kommentelés itt lehetőség a csidejókkal. Elmondom. Mert ugyanis pár szarkupac troll neki át arcoskodni, de még föl is írtam, ugye. Tehát pár szarkupaszról nekiállt arcoskodni, hogy melyikük a nagyobb szar. Diktatúra lett egyébként Nagybaú a Bartos csirályok alatt. Diktatúrában pedig kus, nincs vélemény nyilvánítás. Bartos is a diktatúra, úgy bizony, de kus, ennyi. Tehát nem lehet vélemény nyilvánítani. Ja. Ne csak lenne. Jöbke bőlenkedés, úgy bizony, de vacsora, iszogatás, sörözgetés. Sziasztok. Küspöldi listába. De. Sziasztok, úgy bizony. Konyász vége. Csácsú Mihály.